Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Szeptember 19-én református találkozót szerveznek Nagyecseden. Erről beszélgetek vendégemmel, Fülöp Istvánnal, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnökével. Szép estét kívánok! Kezdjük sokan, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Ötödik alkalommal rendezik meg a Szatmár határok nélkül címet viselő ingyenes rendezvényt, ám beszéljünk arról, hogy kik szervezik évről évre eme programot. 2011-ben 27-en hoztuk létre a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet, és már abban az évben ezzel az rendezvényünkkel be is mutatkoztunk, ez a fő rendezvényünk, rengeteget dolgozunk, de ez az, amikor a legnagyobb tömeget mozgatjuk meg. Tavaly előtt is legalább 3000-en fordultak meg, és most is körülbelül ennyi embert várunk. Az egyesületünk két kulcsszó körül jött létre, az egyik maga a reformátusság, a másik pedig Szatmár, mind a kettő egy kis magyarázatra szorul. A reformátusok, mi olyanok vagyunk, hogy egy picit visszafogottabbak. Picit inkább a szerényebb, kevésbé önmutogató felekezetek közé tartozik, viszont én azt vallom, hogy néha meg kell mutatni magunkat. Néha, mint az egyén, az ember életében néha muszáj kitenni a kokárdát. Nem kell mindig verni a mellünket, hogy magyarok vagyunk, de néha ki kell tenni. Nem kell mindig verni a mellünket, hogy keresztjének vagyunk, de néha meg kell vallani. És akkor, mint reformátusok is, jelenjünk meg néha. Úgy, hogy emberek ezrei is érezzék, hogy vagyunk. Hogy jó ehhez a közösséghez tartozni, ám bár minden más közösséghez minden bizonnyal jó tartozni, de legyünk büszkék arra, hogy reformátusok vagyunk. És legyünk büszkék arra, hogy szatmáriak vagyunk. Szatmár az egy nagyobb földrajzi egység, mint ami Csonka Magyarország része. Hiszen a történelmi Szatmár vármegye kétharmada az jelenleg Romániához tartozik, de mi egységes Szatmár megyében gondolkodunk. És hol a kapcsolat a reformátusság és Szatmár között? 1517, ez egy nagyon fontos dátum. Két esztendő múlva a reformáció 500. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ezt követően nem sokkal már Magyarországon, azon belül Szatmár vármegyében is megjelent az új vallás, az új érték. Jelesül gondolok itt Csengerre, Óvárira, Erdődre, itt zsinatok voltak, 1545-től kezdődően folyamatosan, amely a jelenlegi Magyar Református Egyház értékrendjét, szabályait is már körvonalazták. Ezeket az értékeket, múltunkat muszáj felidézni évről évre, ezért is hivatott többek között ez a rendezvény. Mennyire színes vagy éppen letisztult egy-egy ilyen ingyenes rendezvény? Gondolok itt arra, hogyha mondjuk az ember egy református templomot lát, akkor az egyszerűséget látja egyből. Ez is egy hasonló rendezvény lesz? Tehát itt is megmutatkozik a reformátusok egyszerűsége, tisztasága, vagy itt ezért picit nyitnak a világ felé, és az, hogy megmutatjuk, hogy mi hogyan teszünk Szatmárért, ettől azért egy picit nyitunk? Hogy működik ez? Igen, egy picit nyitunk. Két fő eleme van a rendezvényünknek. Az egyik a templomi esemény, az 1:30-kor kezdődik Nagyecseden, a református nagy templomban. Mondhatjuk, amiről egy különlegességet említett nekem István, amit én sem tudtam, pedig megyebeli vagyok. Az egyházkerület harmadik legnagyobb református egyháza, debreceni nagy templom, és a nagyecsedi templom ebben a sorban a harmadik. Körülbelül 1000 ülőhely van a nagyecsedi református templomban. Két püspök taktársunk fog szolgálni. Fekete Károly püspök úr, akit január 1-től köszönhetünk, mint püspököt.
hiszen bölcsképüspök úrnak letelt a mandátuma. Ő alapító tagunk volt, bölcsképüspök úr, és Fekete Károly püspök úr is belépett az egyesületben, illetve a Királyhágó melléki egyház kerület püspöke Csőri István, aki szintén alapító tagja az egyesületnek, hiszen az az egyház kerület öleli át Szatmárnak azt a részét, amely a határ másik oldalára esik. Tehát ez a templomi istentisztelet lesz az egyik, a másik pedig egy hasonló, mint egy falunap, de azért az értéket, amit mi reformátusok és mi szatmáriak is, mi magyarok büszkén vallunk, azért itt ezen a falunap jellegű eseményen is fel kívánjuk mutatni, tehát Börvejből jönnek majd előadunk néptáncosok, Nagy Károlyból jönnek, most vendégeink lesznek Felvidékről, Lengyelországról is, Lengyelországból is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a sokszínűség az, amely valamikor a reformáció kezdetekkor is megjelent, hát azt mutassuk meg ezt a sokszínűséget, és hát természetesen a fiatalok kedvéért rockzenekarok is lesznek, és ezzel zárunk az Ergo. Homonyik Sándor barátunk, azért mondom, hogy barátunk, mert ő nagyecsedi, és hazajön, illetve hát helyi rockzenekar. Úgyhogy én azt hiszem, minden korosztály megtalálja a maga számítását, és az a fiatal, aki talán a templomba nem megy el, de eljön Homonyik Sándort meghallgatni, vagy az Ergót meghallgatni, és azt a fajta kisugázást, amit mi szánunk, ráérez, megérez, akkor azt hiszem, hogy az a küldetés, amiért létrejött az egyesület, már valamilyen szinten teljesítette a feladatát. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és önök pedig ne feledjék, szeptember 19-én ingyenes rendezvényként fog debütálni már második alkalommal Nagyecseden a Szatmár határok nélkül című rendezvény. Köszönöm szépen még köszönöm egyszer. Köszönöm szépen. Nem csak a nyári tartogatott, hanem már a kora őszi időszak is tartogat számunkra gasztronómiai rendezvényeket. Hamarosan itt a Nyíregyházi Tirpák Fesztivál méghozzá szeptember 19-én, szeptember 26-án pedig különböző szilvás ételeket kóstolhatunk majd a Szatmár-Beregi Szilva napokon. Ám holnap ízes kalandozást tartanak a Sóstói Múzeumfaluban. Erről beszélgetek vendégemmel, a Múzeumfalu igazgatójával, dr. Szabó Saroltával. Szervusz, igazgató asszony! Szervusz! Nos, hát nem mindennapi rendezvény lesz ez a holnapi. Ugye tudjuk a Múzeumfaluról, hogy már évtizedes hagyományokat őriz, már ami a gasztrorendezvényeket illeti. Ez miben lesz másabb talán, mint az eddigiek? Hát az elmúlt évtizedekben, vagy hosszú évek során ez a gasztronómiai rendezvény, a Kóstolja meg Magyarországot, az egy nagyon nagyszabású rendezvény volt. Ez most egy kicsivel kisebb lesz, és annyiban más az eddigiektől, hogy ez az Árpád-kori faluhoz kapcsolódik, hiszen ezt az Árpád-kori falut a tavaly ősszel, októberben adták át a nagy közönségnek, és szeretnénk ehhez a falu részhez is olyan rendezvényeket kapcsolni, amelyre szívesen bejönnek a látogatók, és innen jött az ötlet, hogy ha már az idén nem lesz a Kóstolja meg Magyarország, akkor ha nem is helyette, de azért mégis egy gasztronómiai rendezvény lesz ez, amit most szombaton, holnap meg fogunk tartani. Igaz, hogy csak részben gasztronómiai, hiszen, mint ahogy említettem, ez az Árpád-kori falunkat szeretnénk egy kicsit a szélesebb közönség számára is közelebb hozni, és az egyik legfontosabb eleme lesz ez a gasztronómiai rendezvény. Ezt úgy kell persze elképzelni, hogy maga a falu is egy rekonstrukció nyilván, hát most az ételeket is megpróbáljuk rekonstruálni, és ennek a korszaknak az ételeit. Nézem közben a képernyőn, hogy milyen szép napos idő volt még kedden, amikor volt a rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztató, hol volt még eső, hát reméljük, hogy szombaton, holnap is kegyes lesz az ég, és azt élhetjük meg, hogy egy szem eső sem fog hullani.
visszaugrunk az időbe. Árpádkor, gondolom különböző harcművészeteket is ki lehet majd próbálni. Mi az, ami majd kicsit ösztönzi főleg a családosokat, a kisgyerkőcösöket? Természetesen ez egy családos rendezvényre is gondoltunk, hiszen a hétvégén a szabadidőnek az eltöltéséhez szerintem egy jó programot kínálunk. Két hagyományőrző együttes érkezik, amely ezt a korszakot, a honfoglalás is hát nyilván a későbbi árpádkori időszakot fogják megjeleníteni, és nyilván ennek a kornak a fegyverzetét, a viseletét, aztán bizonyos szokáselemeit jelenítenek meg, de természetesen ki lehet próbálni ezeket a fegyvereket, például íjjal célba is lehet lőni, aztán meg lehet fogni, ki lehet próbálni azokat a fegyvereket, amiket a hagyományőrzők magukkal hoztak, és abban a korban használtak, de amellett mi megnyitjuk ezeket a házakat is, az árpádkori házakat, beléphet a látogató, egy kicsit ebbe is megpróbálunk így életet vinni abban a tekintetben, hogy lakója lesz ennek a háznak. Természetesen munkatársaink, segítők fognak ebben a házban lenni, de minden információt el tudnak mondani ezekről a házakról, és a látogatók megfoghatják, megnézhetik azokat a tárgyakat, amelyekkel ezek a házak be vannak rendezve, hiszen annak idején úgy készültek el ezek a rekonstrukcióban ezek a házak, amelyet a régészek föltártak, és ennek alapján, tehát tudományos alapossággal készültek ezek a házak, és a tárgyak is nyilván rekonstrukcióban készültek el, hiszen vagy töredékei maradtak meg ezeknek a tárgyaknak, a régi tárgyaknak, és hát nyilván ezt nem lehet kiállítani, de az eredeti hűmásukat elkészítették, és ezzel is egy kicsit jobban elképzelhetővé válik annak a kornak az élete, vagy abban a korban, ahogy éltek az emberek. És nem feltétlen csak a múlt után érdeklődőket szolgálja ki majd hétvégén a múzeumfalu mondjuk egy ilyen relatív tárlattal vagy betekintéssel, és nem csak a fiú gyermekeknek mondjuk az íjászkodással és a harci eszközök felismerésével, hanem a kislányoknak is kedveztek, mert hogy lesz egy szépségsarok, de egy ilyen árpádkori szépségpatika, nem is tudom, itt mit lehet majd készíteni vagy megnézni? Hát igen, igazából a gyerekek számára gondoltuk, hogy kipróbálhatják, vagy megpróbálhatják elkészíteni azokat a régészek által talált leleteket, mint az esvégű hajkarika például, tehát ami annak a kornak a divatjához tartozott. Nyilván ezt szakemberek segítségével, a munkatársaink segítségével megmutatják, vagy szőhetnek kis zászlódarabot a piros-fehér színnel, amit abban a korban a zászlókon, a harci zászlókon megjelent ez a színösszeállítás, vagy készíthetnek olyan kis agyagedényt, ami az árpádkorban egy jellegzetes bogrács formát használtak, ami cseréből készült, nyilván nem akkora méretben, de kicsinyített mását, azt is agyagból elkészíthetik. És jaj, de jó, és bocsánat, hogy szabadba vágok, igazgatóasszony, csak én leragadnék az edényeknél, mert hogy ez valahol gasztronómiai rendezvény is, és tudom, hogy lesz ilyen hagyományos cserépedényekben készült, azt hiszem halételek is, de azért más jellegű étkek is, húsos, zöldséges ételek, miket lehet majd ott megkóstolni, és egyáltalán ezek hogy készülnek? Szabad tűzön készülnek valamennyi ételünk, amit megkóstolhatnak a látogatók. Lesz hal, amit nyáson fognak majd sütni, illetve hát tűzön pirítani, vagy hamuban, mondjuk inkább így, parázson inkább. De ezen túlmenően kecskehúst lehet megkóstolni, aztán birkahúst, azt nem sülve, hanem főben, így a levében. Aztán
lesz malac, amelyik nyáson fog majd sülni, és olyan kása ételek, amit abban a korban már használtak és ismertek, és még ehhez kapcsolódik, hogy a kornak a fűszernövényeit is ismerjük, és ezek a húsfélék ezzel lesznek majd bepácolva, és akkor pácolás után pedig ott helyben, tehát szombaton fogjuk megsütni a látogatóink előtt, és hogy milyen fűszerekkel kell ezeket az ételeket pácolni, abban segítenek nekünk a középkori étkezéssel foglalkozó, vagy a középkori konyhát jól ismerő szakácsok, két királyi szakács fog majd ebben nekünk segíteni, és ők jelen is lesznek majd, és a látogatók számára, aki ezt szeretné, vagy kíváncsi rá, el fogják mondani, hogy hogyan készülnek ezek az ételek, milyen fűszereket használtak, milyen technikával készült, és a játék sarkunk is van, nem csak divatsarok, hanem játéksarok is, ott pedig a gyerekek számára ebben a korban ismert játékokat próbálhatják ki a gyerekek is, és akár a felnőttek is, és ezek úgy gondolom, hogy a családnak a legkisebb és a legnagyobb tagja is, vagy idősebb tagja is megtalálhatja azt, ami számára érdekes lehet ebben a programban. Ez lesz akkor az ízes kalandozás a Nyíresfaluban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Az elmúlt években több megyebeli fát is beneveztek az év fája versenyére. Most egy balkányi mamutfenyőre lehet szavazni. Erről beszélgetek Balkány polgármesterével, Pálosi Lászlóval. Szép napot, polgármester úr! Szép jó napot kívánok! Ha jól tudom, már-már az internetes felületet nézvén is, Balkány önkormányzata nevezte ezt a fa matuzsálemet erre a versenyre. Milyen indítatásból, vagy kinek a fejéből pattant ez ki, hogy igenis a balkányi fának most nyernie kell 2015-ben? Ma már az internet nagy úr, úgyhogy többen figyeljük, köztük magam is használom gyakran az internetet, és ez... Balkány egyetemista hívta fel rá a figyelmet, hogy van egy ilyen lehetőség és egy benevezés, és értünk az alkalommal is, és beneveztük ezt a fát, és kíváncsian várjuk mi is, de a legjobb 15 között már ki vagyunk jelölve, tehát már az első nagy fordulón úgymond túl vagyunk, és most már október 18-ig megvívjuk a csatánkat. De én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen Balkány számára előnyös, azzal, hogy megismeri az ország, lehet szavazni a Balkány fájára továbbra is. Október 18-áig én kérek is mindenkit, hogy szavazzanak minél többen. Az év fája versenyét, vagy döntőjét már talán 6. alkalommal hívták életre, és tényleg például egy cégindányádi fa is volt évekkel ezelőtt talán a döntősök között. A balkányi fa jelenleg körülbelül hol áll most? Tehát a 15 versengő fa közül azért az élmezőnyben van, vagy kicsit hátrébb? Nagyon az élmezőnyben van, egy másik településsel, nem szabolcsi településsel versengzünk, így Fejfel mellett, hol mi vezetünk, hol ők vezetnek, úgyhogy az első kettőben biztosan bent vagyunk jelen pillanatban is. Nem csinálok most reklámot a másik településnek, nem szabolcsi település, egy másik település, tehát velük versenyzünk, és minden szavazatunkra szükség van, hogy ezt a versenyt megnyerjük. Közben, hogyha jobbra néz polgármester úr, akkor látja a balkányi fáról, mamutfenyőről készült felvételeket. Egy pár képen azért lehet látni, hogy a fa törzsén hatalmas vas pántok vannak, például itt is lehet látni. Ez minek köszönhető? Meg hát az, hogy ugye két ága van a mamutfenyőnek. Az 1960-as években egy villámcsapás érte a fát, amely ketté hasította a fát. Túlélte ezt a villámcsapást, a két főhajtása megmaradt, és a két főhajtás növekedése miatt van szüksége ezekre a vaspántokra, mert ha nem pántoznánk folyamatosan, két évvel ezelőtt is pántoztuk, ha nem pántoznánk folyamatosan, akkor ez a fa ketté repedne, ketté hasadna, és azonnal megszűnne úgymond létezni. Ezért vigyázunk rá, és ezért odafigyelünk arra, hogy mikor kell, és milyen sok-sok vasanyag van már rajta, azt azért lehet látni a képeken is, hogy többször meg lett már abroncsozva,
igyekszünk vigyázni rá, ameddig csak lehet, és ameddig csak a fa bírja. Mert hogy ez egy védett fa, és ugye említetted polgármester úr, hogy 1960-as években érte ez a villámcsapás, de akkor hány éves ez a mamutfenyő? Hát pontosan ezt nem tudja senki. Uh-huh. Az biztos, hogy a Jármi kastély az 1860-as évek végén épült, uh-huh. és nagy valószínűség szerint Finta József ültette ezt a fát. Ez egy közeli földbirtokos volt a Jármi kastély udvarára, parkjába. Amerikából hozták ezt a fát, tehát 1860-as években ültethették, pontos írásos dokumentum erről sajnos nincs, de meggyőződésünk, hogy körülbelül akkor, amikor építették a kastélyparkot, a kastélyt, akkor ültethették, Amerikából hozták ezt a fát, ez nem őshonos fa, nagyon nehezen tűri a meszes talajt, nagyon nehezen ered meg, sokkal többet hoztak véleményem szerint, de uh-huh. ez az egy élte úgymond túl ezt az időszakot, ezt az időjárást tényezett. Ha valaki azt mondja, hogy na hát én most láttam itt a Weekendben ezt a pár felvételt a fáról, ráklikkelek internetre, évfája, döntős fák 2015, és megkeresem ezt a balkányi fát, adott esetben szavazok is rá, de élőben is érdekel, akkor hol látható ez a Balkány külterületén, központjában, hol lehet megtalálni? Balkány speciális, szerintem nem sok van az országban, olyan 24 működő tanyával rendelkezik. 36 tanyánk volt régebben, uh-huh. ma már csak 24 működik. Az egyik tanyai településen, Hajdú-Sámson irányába, nagyon hosszú szakaszon, köves úton megközelíthető, egy olyan 1-1,5 kilométer az, amelyet földúton kell menni, és a Csifi Jármi tanya irányába kell elmennie, és ott megtalálhatja ezt a fát. Ki van ez plakátolva? Mármint azért is kérdezem ez, mert hogyha jól tudom, akkor a világ szinte minden tájáról érkeztek Balkányba különböző versengő turisták megkeresni ezt a fát. De miért? Ez egy amerikai játék, és az a lényege az, hogy GPS-t telepítettek a fa közelébe, és a GPS segítségével meg lehet keresni ezt a fát, ezt a pontot. Tehát a GPS pontosan oda viszi a érdeklődőt ehhez a fához. Ott valahol a földbe el van ásva ez a GPS. Nem csak ez az egy fa van, hanem van az országban több fa, amit uh-huh. hasonló jelleggel meg lehet keresni. Külön kiplakátolva ez a fa nálunk nincs, hogy a mamutfenyő erre található, viszont csifitanya megtalálható, és csifitanya ki van, csifi jármitanya ki van táblázva, tehát a érdeklődők is, aki nem járatos Balkányba, az is megtalálja. Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy holland versengő turista az amerikai versenynek köszönhetően, hogy mondja ki a csifitanyát. Hát elég érdekes, de megtalálták még eddig. Nagyon sok magyar érdeklődő is van, egyre többen vannak kerékpárral, gyalogturizmussal, vagy akár autóbusszal is, és elég sok érdeklődő nézegeti, illetve nézi meg ezt a nevezetességünket. A szavazatokat illetően mi az, ami kiemelendő? Egyszer lehet szavazni, vagy akár naponta? Ez hogy működik? Egy e-mail címről csak egyszer lehet egyszer. Szavazni. Uh-huh. Tehát megadunk egy e-mail címet, visszajelez a saját e-mailünkre, utána vissza rá kell kattintani, és akkor érvényes a szavazat, de egy e-mail címről csak egyszer lehet. Bár lehetne többször, mert akkor egész nap a gép előtt ülnénk. És mi a címmel járó elismerés? Csak maga a cím, vagy azért itt verseng valamiért ténylegesen az adott település? Én úgy gondolom, hogy mi nem a címre mentünk, és nem az volt a célunk, hogy most ezzel címet nyerjünk. Az volt a célunk, hogy egyrészt egy közösséget kovácsoljunk Balkányból, és ez hál' Istennek sikerült, mert én úgy látom, hogy nagyon sok balkányi politikamentesen nagyon sok balkányi ezt szívügyének tekinti, és úgy gondolja, hogy a balkányiaknak szavazniuk kell. Aki csak tud, mindenki nálunk a gép előtt ül, és próbálja ismerősökön keresztül minél több szavazatot behozni. Tehát egy közösséget kovácsoltunk ezzel, hogy összeállt Balkány, és egy nevezetesség, most egy nevezetesség okán, de mégiscsak összeálltunk egy közös cél érdekébe. A másik, amiért elindultunk, hogy hát ha tovább jutunk a legjobb 15-be, ez sikerült. Uh-huh. És ezzel én úgy gondolom, hogy országos hírnevet is szerez Balkány, mert többen megnézik ezt a 15 fát, hogy hol van, merre van, aki kiejti mondjuk a Dunántúlon, hogy Balkány, akkor mégiscsak érdekli, mint ahogy engem is érdekelne,
hogy más település hol van, mert nem tudom hol van, megnézi, hogy hol van Balkány, hol fekszik Balkány, hogyan lehet esetleg megközelíteni, tehát mégiscsak egy országos hírnevet szerez Balkány. Ha nyerünk, az azt jelenti, hogy Európa fája döntőjébe kerülünk, akkor nem csak Magyarországon kapunk valamilyen szintű megismerési lehetőséget, hanem egész Európában. Én azt kívánom, hogy legyen így, polgármester úr. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nem csak neked, hanem önöknek, kedves nézők, ajánlok így a műsor végére egy kis ajánlást, programajánlót. Szeptember 12-én, azaz holnap vadóka szedő akció lesz a Sóstói erdőben, reggel már indul a csapat, úgyhogy érdemes majd hozzájuk csatlakozni. Tiszavasváriban több rendezvény is lesz, indul a Dezsőfi hét, ugye a Vasvári Pál Múzeumban, valamint a város központi programja, a könnyű zenei tehetségkutató és zenés humornap, ez is egy ingyenes rendezvény, mindenképpen érdemes kilátogatni. A múzeumfaluban, a Sóstói múzeumfaluban pedig ízes kalandozást tartanak majd az Árpád-kori, azaz a Nyíres faluban. Mit hagytam még ki? Szerintem ennyi. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!